Az első félidőben nagyon jól játszottunk, szép támadásokat vezettünk, és a helyzeteink is megvoltak, de nem éltünk ezekkel. A második játékrész aztán már nem volt annyira jó, főleg védekezésben hibáztunk többet, ennek köszönhetjük, hogy döntetlen lett a mérkőzés. Nem tudom, hogy hibázott-e Kovácsik a haladás góljánál, távol álltam. Mindentől függetlenül Ádám egy remek kapus, és az ilyen lövéseket általában meg szokta fogni. Sajnos most nem sikerült. Igen, ismét megkaptuk a gólunkat, de vissza tudtunk jönni, már nem először, itt a szezon vége felé több ilyen mérkőzés volt. És a második fél időben meg különösen örülök, hogy a fiatal Kis Tamás beállásával még nagyobb lendületet kapott a csapat, és a kontráink nagyon ültek itt a második fél időben. Három lehetőségünk is lett volna a gólszerzésre. Igaz, talán az elején a Videótonnak is volt, de nekünk itt a végén három óriási lehetőség, ami nagyon hajszálon múlott, hogy nem tudtuk megszerezni a győzelmet. Ennek ellenére azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, mert egy nagyon jó Videóton ellen egy értékes pontot szereztünk, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, már úgy érzem, hogy nagyon közel voltunk hozzá.